Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Produkál furcsa helyzeteket az élet, ilyen lesz a következő is, hiszen ezúttal a vendégünk, aki igencsak itthon érezheti magát a Fehérvár Média Centrumon belül, Galántai Zsuzsi kolléganőm, a Vörösmarty Rádió szerkesztő műsorvezetője. Szia Zsuzsi, köszöntelek szeretettel. Szia Csilla, én is köszöntelek. És természetesen a Totál képben már látszik is, úgyhogy bemutatjuk másik vendégünket is, Sélei Györgyit, szexológus tanácsadót. Szervusz, Csilla. Most hogy kerülünk mi hárman ide egyszerre egy műsorba és egy stúdióba? Megfordulhat sokak fejébe a kérdés, ki fog derülni, ha velünk tartanak természetesen. Kezdjük a rádiózással a beszélgetést, és talán, ha megenged egy Györgyi, először a Zsuzsi, mint műsorvezető, őt fogom kérdezni arról, hogy hogy lettél rádió Zsuzsi? Fogalmam sincs, ez a lehető legrövidebb válasz, de nem akarom ezt hosszúra nyújtani. Nekem, én szerencsés vagyok, mert alapvetően elmondhatom, hogy egy gyerekkori álmom vált valóra, de akkor még nem tudtam, hogy ez lehetséges, hogy ilyen messzire kerülök otthonról, azt sem tudtam. Valahogy úgy hozta az élet, hogy itt lehetek is. És a médiacentrumban valóban otthon érezhetem magam, a tévében egy kicsit nem. De. Bár készítettél nagyon jó filmet is, azt láthatták a tévénézők. Igen, valamikor. De az nem rólam szól, tehát ott azért a kamerák mögött egy kicsit komfortosabb, és egyébként azért vagyunk itt hárman, mert szeretünk beszélgetni, és ebben szerintem mindhárman jók vagyunk. Így van, és te a rádióban kipróbáltad a másik műfajt is, ami azért egy kicsit feszesebb és keményebb, a hírszerkesztést. Melyikbe vagy jobban otthon? Hú, hát ez egy nehéz kérdés. Én így kezdtem alapvetően itt a médiacentrum berkein belül a Vörösmarty Rádióban, mint hírszerkesztő. Én nagyon szerettem pont a feszessége és a merevsége miatt. Tehát ott nincs olyan kifejezetten, amin gondolkozni kell. Tehát nyilván a híreken igen, illetve az, hogy ez hogyan adott ki, de annak megvannak a szabályai. Ott nem kell kreatívnak lenned, ott a lényegre kell törekedni, és emiatt ez könnyű. Szerintem. Nyilván nem könnyű, amikor ezt naponta csinálod, de ha szembeállítjuk azzal, hogy milyen mondjuk műsort készíteni, akkor hiába vannak ott is úgymond szabályok, ha egyáltalán ezeket lehet így nevezni, sokkal több a lehetőség, és ezek között dönteni kell, hogy mit és hogyan szeretnél csinálni. Tehát én sokszor, amikor úgy érzem, hogy valami nem úgy sikerült egy beszélgetés, ahogy én szerettem volna, akkor mindig hazamegyek és mondom, hogy pedig én most úgy visszaülnék a hírszerkesztő kis kuszlikba, hogy azt öröm lenne nézni. Szóval az más, szerintem mind a kettő ugyanolyan nehéz alapvetően. Nekem az a szabályossága miatt egy kicsit könnyebb. Az FM 99.2-n az utóbbi időben a hétköznap 16 és 19 óra között szólnak műsoraid. Mi alapján választasz műsorokat? Nem tudom, hogy én választom el műsoraimat egyébként, vagy hogy ilyen nagyon elvontan fogalmazok, hogy a műsorok választanak engem, vagy az emberek választanak engem adott esetben. Tényleg nem tudom. Szerencsés vagyok, mert nagyon sok olyan emberrel kerülök, lehet, hogy tök véletlenül kapcsolatba, akiknél azt érzem, hogy neki van mondani valója, és én kíváncsi vagyok rá, akkor végig gondolom, hogy vajon más kíváncsi lehet-e erre. És általában erre a válasz magamban az, hogy igen, és akkor inkább én így engedem kicsit magam lavírozni, hogyha bejön egy téma, ha bejön hozzá egy megfelelő ember, akkor azt csináljuk, de erőltetni meg nem akarom, és remélem, hogy a jövőben sem fogom ezt a dolgot, de ez a műsor, ami kapcsán itt ülünk, ez pont ilyen, hiszen hány hónappal ezelőtt mi már beszéltünk erről, és azt beszéltük, hogy jó, akkor majd visszatérünk rá. És akkor egyszer csak visszatértünk rá. És akkor nézzünk is Sélei Györgyire, hiszen még szóhoz sem tudtál jutni, Györgyi. De egy picit téged is hagy ismerjünk meg, bár azt hiszem, hogy Székesfehérváron, főleg a Fehérvár Televízió nézői azért tudják, hogy kis Sélei Györgyi, és ezt elmondhatjuk a Vörösmarty Rádió hallgatóira is. De te hogy lettél szexológus tanácsadó? Alapvetően nagyon humán beállítottságú ember vagyok, úgyhogy mindig is emberekkel foglalkoztam. Nagyjából mondjuk egy 15 évvel ezelőttre, hogyha visszalépünk, vagy egy kicsivel korábbra, akkor lettem mediátor. És a mediáció az azt jelenti, hogy emberek között, akik között valamiféle konfliktus van, valahogy a rendet teremteni, vagy segíteni legalábbis megegyezésre jutni.
És hát elég gyakran fordultak hozzám párok. És a párkapcsolati mediációnak van egy nagyon sajátságos területe, ami szinte mindig kibukott, hogy valami gond van ezzel, ez a szex volt. És ahogy így a párokkal beszélgettem, valahogy az volt az érzésem, hogy ez egy annyira fontos része az életünknek, és még mindig annyira nem tudunk erről beszélni. Ez volt az egyik indítatás. És aztán, amikor elkezdtem így a szexológiával egyáltalán foglalkozni, hogy ezt a különleges területet egyáltalán hogyan lehet támogatni, segíteni a párkapcsolaton belül, hogy ez valahogy helyreálljon, mert úgy általában az volt a tapasztalat, hogyha megromlik egy párkapcsolat, akkor a szex is megromlik vele együtt. És néha ez fordítva működik, tehát néha először nem jó a szex, és aztán ez hat a párkapcsolatra, néha fordítva, hogy a párkapcsolat hat a szexre. Szóval ez ilyen eléggé kölcsönhatásban vannak ezek a dolgok egymással. És aztán úgy valahogy, ahogyan az érdeklődésem e felé fordult, nekem is jöttek a lehetőségek, és jöttek azok a tanulmányok, azok a tanfolyamok, azok a mindenféle lehetőség igazából, ami a szexszel kapcsolatos ismereteimet bővítette. És egyre több olyan téma került elém, amire rácsodálkoztam, hogy hát ez is szex, és ezzel nem foglalkozunk. A szüléssel, ami szexuális tartalmú is egyben, a gyerekekkel egyáltalán, hogy a gyerekek honnan és mit tanulnak egyáltalán a szexről, egyáltalán tanulnak-e? Vagy a másik kérdés, tanítható egyáltalán a szex például? Vagy egyáltalán ez az egész, miután ez még mindig tabu, ezért valahogy így felpiszkálta a kíváncsiságomat, hogy lehet ezt valahogy másként csinálni, mint eddig. Úgyhogy nagyjából így kerültem bele ebbe a dologba, és valahogy a munkámnak a nagy része most már a szexualitással foglalkozik. Most is foglalkozom párkapcsolati mediációval is, mediációval is általában is, de a munkámnak a nagy része az a szexualitással kapcsolatos tartalommal telítődött, és gyerekekkel, felnőttekkel, kismamákkal, kispapákkal, nagypapákkal, nagymamákkal, szakemberekkel, laikusokkal, szóval nagyon sokfajta emberrel foglalkozom és kerülök kapcsolatba, és a téma mindig a szex. Ezzel el is árulhatjuk, hogy beszélgetésünk apropója a június 9-től hetente látható, illetve hallható leginkább Tiszta Szex című rádióműsora Vörösmarty Rádióban. Ha már ezt a műsort elindítottátok, én biztos vagyok benne, hogy rengeteg előmunka volt szükséges. Minden műsor indítása előtt erre szükség van. Na de amikor egy rádióban délután 5 órakor a szexualitásról kell beszélni, tehát hogy kezdtétek el ezt tervezni? Én, aki 33 éve rádiózom, sem tudnám elképzelni, hogy is álljak ennek a történetnek neki. Hú, hát szerintem mi se tudtuk. De. Mi szerintem annyit tudtunk, hogy ezzel valamit kell csinálni, tehát hogy ez kell. Én biztos voltam benne, hogy a Györgyinek megvannak azok a nézőpontjai, amiket, ha mondhatom így, akkor én mindenképpen szeretnék valahogy átjuttatni, és az én csatornám ugye az a rádió. Tehát, hogy ezzel mindenképpen át kell mennie. Az, hogy hogyan, szerintem én ezen konkrétan nem is gondolkodtam az első beszélgetésünkig, mert úgy gondoltam, hogy nézzük meg, kezdjünk el beszélgetni, vegyük föl, hadd lássam én is, hogy milyen a Györgyi, tehát ebben a témában ő hogy mozog, és mi fog történni, mit vált ki belőlem, hogy hogyan tudunk együtt gondolkozni, meg együtt dolgozni. Tehát, hogy én ezt a részét azt hiszem, hogy szánt szándékkal hagytam ki, hogy hogyan fogom én ezt megcsinálni, mert nyilván a magam részéről, és megengedtem azt, hogy beszélgessünk, és hogy legyen abból valami, mert azt gondolom, hogy pontosan azért, mert hogy a szexről nem beszélgetnek az emberek, és sok esetben szerintem a szakértők sem jól, vagy úgy, ami sokak számára befogadható lenne. Nekem ez volt a szempontom, hogy úgy beszélgessünk, hogy ez hallgatható legyen, hogy ezt valaki meg is akarja hallgatni, nem csak az, hogy belehallgat az elejébe, és nem, köszönöm szépen, ezt nem kérem, hanem hogy akarjon ott maradni, és akarjon egy kicsit ebből a beszélgetésből kapni valamit azáltal, hogy csatlakozik, és ő is gondolkozik egy kicsit ezeken a dolgokon. És ezért én arra jutottam, hogy ezt csak úgy valósíthatjuk meg, ha tényleg beszélgetünk, és hagyjuk azt, hogy egyik gondolat szülje a másikat, mind a mellett, hogy a Györgyinek a tarsolyában rengeteg határozott téma és elképzelés van. Tehát most ezt nem úgy kell elképzelni, leülünk, aztán majd lesz, ami lesz, hanem meg van határozva a téma, hogy éppen, de azt is úgy, hogy
miről szeretnénk azon a napon beszélgetni, hogy mihez, most ez így lehet a hallgatóknak, illetve itt most a tévénézőknek fura, de hogy mihez van kedvünk? Mi az, amiben el tudunk egy kicsit mélyedni, és akkor a megadott témákból így tudunk válogatni, hogy ez könnyed legyen, de informatív legyen, mert azt gondolom, ha mi nem vagyunk könnyedek, akkor a hallgatók sem fogják azt érezni, már pedig hát ez egy célja a dolognak. Te tudod, hogy aki ebben a székben ül, az a dolga, hogy feltegye a néző vagy a hallgató kérdését, úgyhogy most ez következik. Hát miért kell a szexről beszélni, miért kell tanulni, hiszen azt már egy kisgyerek is tudja, ha az első már felvilágosítást is néha elkési a szülő, és persze, hogy az jön magától, és mindenki tudja. Miért kell beszélni róla? Hát én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy változás történt azért az elmúlt 100 év során, de az elmúlt 30 évben egészen biztosan, ami azt jelenti, hogy a szex és a szexhez való viszonyunk borzasztóan megváltozott. Szabadabb lett néha, vagy talán sokkal szabadosabb is lett, és még mindig nagyon keveset tudunk a szexről, konkrétan leginkább a női szexualitásról. És én azt hiszem, hogy az eddigi szexuális kultúra az leginkább arról szólt, hogy a férfiak vágyai, a férfiak igényei, ezeket hogyan lehet kielégíteni, és ennek meglett aztán a maga képi, meg minden egyéb változata, ez a pornó leginkább, és emellett nincsen más. És a gyerekeink, meg a gyerekek most leginkább ezt a csatornát keresik, mert nekik ez a könnyedén elérhető változata a szexnek, de ez azért nem biztos, hogy az a fajtája, vagy az a változata a szexnek, aminek mindig mindenki örülne. És valahogy úgy érzem, hogy nincs alternatíva emellett, mármint a pornó mellett. És ez volt az egyik ilyen vágyam már, hogy annyira elegem volt már abból, hogy csak a pornóféle néha hülyeségek, és néha nagyon-nagyon durva szokások, mert hogy sajnos ezek szokássá váló dolgok, szóval ezek áradnak, és ezek alakítják igazából a szexualitásunkat, és mintha már nem lenne más a szexualitásban, csak az extrémitás, csak a képtelenebb dolgok akár, amit egyébként a gyerekeink úgy szippantanak fel, mint nem is tudom, mint a levegőt, mert hogy nagyon szeretnének sokat tudni, többet tudni erről a nagyon felnőtt dologról. És a beszélgetések kapcsán jöttem arra rá, hogy mi felnőttek is nagyon keveset tudunk, akár magunkról, akár az, ahogyan viszonyulunk a másik emberhez. Nagyon keveset tudunk arról például, hogy a női test belül hogyan működik. Ugye az, amit látunk a képi világban, azok a külsőségek. De az, hogy belül mi történik, hogy igazán mitől kapcsolódik össze két ember, hogy mitől lesz elmélyülővé, mitől lesz jóvá például a szex, ez nem feltétlenül csak a bum fajrá nagyon durva extrém dolgoktól. Ennek van nagyon sok más szenvedélyes, vagy izgalmas, örömteli és nagyon sokfajta változata, de a szexnek van egy nagyon fájdalmas, félős, rettegős területe is, tehát egy nagyon széles spektrumon mozog az, amit mi szexnek nevezünk. És hogy ebből mi az, amit művelünk, ez egy másik kérdés. És valahogy úgy érzem, hogy az elmúlt évtizedekben például előkerült az egészséges táplálkozás fogalma, előkerült az egészséges mozgás fogalma. Ezek teljesen új fogalmak igazából. Ilyen nem volt 100 évvel ezelőtt. És én azt gondolom, hogy létezik egy olyan, hogy egészséges szex. És az egészséges szexualitás az azt gondolom, hogy valami olyan fajta lehet, ahol mindenki, minden résztvevője a szexualitásnak, és ebbe beleértek férfit, nőt, és a gyereket is, aki ebből esetleg származik, remélhetőleg ebből származik. Szóval, hogy mindenki jól érezze magát ebben a dologban. És ezt nem olyan könnyű elérni. Szóval manapság minden gyereket, hogyha megkérdezünk, hogy mire való a szex, mindenki mondja, hogy hát persze gyereknemzésre, és persze örömszerzésre. És ez nem annyira egyszerű dolog, ez az örömszerzés. És valahogy férfiak és nők között annyira kiegyenlítetté válik már a világ, és annyira törnek előre a nők nagyon-nagyon sok területen, és a férfiak számára nagyon kevés olyan terület marad igazából, ami az ő igazi bástájuk lenne, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat lehetne a férfiakban erősíteni, segíteni őket abban, hogy lehet egy nővel bánni, hogy lehet azt a fajta kapcsolatot létrehozni, mint ami a táncban van. Valahányszor nővel beszélgetek, erről beszélgetünk is, hogy mindegyik nő tudja, hogy milyen érzés úgy táncolni, hogy vezeti őt a férfi. Hogy az egy meghatározó érzés, az egy meghatározó élmény. És én azt gondolom, hogy a szexben például egy ilyesfajta élményt
be lehet hozni, meg lehet, le lehet, ki lehet alakítani, vagy meg lehet alapítani egy ilyen érzést, de ez nem biztos, hogy nagyon könnyedén történik. Az, hogy hétről hétre két hölgy fog beszélgetni a szexről, ez jelenti azt, hogy a női oldalt képviselitek, vagy azért megpróbáljátok a másik oldalt is megszólítani, elérni? Szerintem ez abszolút a másik oldal megszólítása, egyébként az egész, amiről eddig beszélgettünk. Mind a mellett, tehát, hogy mind a két nézőpont más. Ha nőként hallgatja valaki, nagyon jó önismeret. Lehet, hogy éppen fizikai értelemben véve, de az egész folyamatnak a lelki, a mélyebb tartalmait. Tehát nőként szerintem így nagyon sok pluszt ad hozzá. Beszélgettünk már erről is, de férfiakról is rengeteg szó lesz. Tehát a férfiaknak pedig szerintem két szempont miatt fontos. Az egyik, hogy ismerjék meg a nőt, ismerjék meg a párjukat nyilvánvalóan, és erre ez a legjobb. Tehát ha valaki a párját férfiként meg akarja ismerni, hallgasson nők által készített műsorokat, női műsorokat egyébként, és itt ez pont arról, hogy sokat beszélünk a nőkről, mert hogy, amit a György is említett, tehát hogy valahogy ezt így homály fedi ezt a területet, de ez nem azért van, mert a férfiak nem fontosak, vagy mert nem akarunk hozzájuk szólni. Sőt, ez inkább nekik is segítség, hogy tessék, ez itt a nő. És akkor már lehet vele mit kezdeni, mert ugye, ha a nő nem tudja magáról, hogy leegyszerűsítve, hogy működik, nem tudja elmondani a párjának. A párja meg ezekre a dolgokra magától nem fog rájönni. Tehát én azt gondolom, hogy attól függ, hogy nő hallgatja, vagy férfi, de mindenki megkaphatja azt, ami neki fontos ebből, mind a mellett, hogy azért a tervekben szerepelnek plusz vendégek, és férfiak, kifejezetten férfi témák, tehát ők sem lesznek elhanyagolva. Igen, erre lettem volna kíváncsi, hogy ugye az kiderül majd várhatóan, hogy mi kell a nőnek, de kutatjátok-e majd azt is, hogy mi kell a férfinek? Természetesen, és azt hiszem, hogy az egyik nagyon fontos alapelvünk az az lenne, hogy ne úgy legyen, hogy van a férfi és valahol a nő, vagy van a nő és aztán van valahol a férfi, hanem hogy valahogy mind a két nem is csak, hogy egyforma súllyal, hanem egyforma fontossággal, egyforma jelentőséggel képviselje magát, akár a beszélgetések során, akár egyáltalán az életünkben, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos szerep jut ebben a férfiaknak, talán még fontosabb, mint eddig valaha, mert ugye a férfiak szerepe is nagyon-nagyon sokat változik. Gondoljunk abba bele, hogy az elmúlt pár évtized alatt a férfiak például bejuthattak a szülőszobába. Ami azt jelenti, hogy ők is részesei lettek, és nem csak megfigyelői, hanem tényleg támogató részesei egy olyan aktusnak, ami addig nagyon elzárt női terület volt, de nagyon jó, hogy ott vannak a férfiak. És az, hogyha a férfiak egy más módon, egy másfajta minőségben lépnek oda a nők mellé, én azt gondolom, hogy ez a nők számára is valami egészen másfajta a dolog lesz. Milyen módon közelítitek meg a problémát? Tehát hoztok történeteket? A kérdés, igen, hogy sztorizunk vagy nem sztorizunk, én ezt így szoktam megfogalmazni, nem sztorizunk. Ennek megvannak az elvei, hogy miért nem sztorizgatunk, tehát nem egy ilyen sztoriba fognak a hallgatók bekapcsolódni. Alapvetően a történetek, nyilván a György a munkája során találkozik azokkal a területekkel, amik problémásak, tehát ő ezeket meg tudja nevezni. Meg ha belegondolunk, akkor annyi felé lehet bontani ezt a dolgot, hogy nem is kell sztori, hanem egyszerűen a kérdések, és ez egyébként a legnehezebb, mert hogyha most bárkinek azt adnánk feladatnak, hogy szex, szexualitás, milyen kérdései lennének? Én biztos vagyok benne, hogy a legtöbb ember kukán ülne, hogy hát igazából... Lehajtott fejjel. Mert hogy ez annyira ciki. Igen, ciki, és meg hogy nem is biztos, hogy van kérdés, tehát hogy amit te is mondtál, hogy alapvetően megtanulni, egy pillanat műve mondhatni, és hogy így ennyi, és hogy nem látunk tovább azon belül, pedig rengeteg-rengeteg terület van. Úgyhogy a témák úgy alakulnak, a sztorik valójában, hogy a György hozza a problémás területeket, amikkel találkozik. Vagy a területet, amiről beszélünk, mert nem feltétlenül probléma, hanem egy jelenség például. Ez ugyanúgy, mint férfinői minőség, tehát, hogy itt ezek, hogy mind a kettőt emelni. Ezekről szerintem fontos beszélni, tehát nem konkrét eseteket veszünk górcső alá, ez nyilván sok szempontból sem lenne korrekt,
hanem inkább megközelítjük a jelenségeket, és a problémás, hiányzó részeket, talán nem is problémás, hanem igen, hiányzó ez részeket. Jobb. Egyébként azért is lett a műsornak a címe Tiszta Szex, mert hogy minden szex igazából szól, hogy bármilyen témához nyúl az ember, valahogy kapcsolódhat a szexhez, hát az életünk, a munkánk, a férfinő kapcsolatunk, ha van, akkor azért, ha nincs, akkor azért. Tehát ez egy olyan terület az életünknek, ami mint egy ilyen búvópatak, ez mindig ott van. És hogyha ez a terület jól működik, akkor általában az önbizalom is megjelenik, a jó érzés általában, és ha nem működik jól, akkor az azonnal kihat az életünkre szintén. Ez egy nagyon érzékeny terület, azt szoktam mondani, hogy olyan, mint a lakmuszpapír, hogy a szex az nagyon, nagyon jelzi a kapcsolat állapotát, a benne élő emberek állapotát, és miután, ahogyan én is gyűjtöttem az ezzel kapcsolatos információt, rájöttem, hogy mennyi minden nem tudunk, ami annyira jó lenne, hogy tudnánk. Egyébként nekem ügyfeleim is, és a felnőttek is, meg a gyerekek is nagyon gyakran mondják azt, hogy ú, de jó, hogy ezt hallottuk, vagy a felnőttek, hogy atya világ, hát én erre nem is gondoltam volna, vagy hogy ebből a nézőpontból ezt sose gondoltam így végig. És ez lenne azt hiszem az igazi célunk, hogy olyan újabb nézőpontokat adjunk az embereknek, hogy egy kicsit másként nézzenek rá erre a dologra, és azért is lett tiszta szex, mert hogy van a mocskos szex, hogy ez egy másik verziója a szexnek. És annak is megvan a létjogosultsága, de hogy létezik egy másfajta szexualitás is, ami valahogy talán azt a szót találtuk, hogy sallangmentesebb, meg próbáljuk valahogy úgy tálalni ezt az egészet, hogy befogadható legyen, és talán még egy szó, ami nekem fontos, hogy vállalható legyen. Hogy akár lehessen róla beszélgetni is. Egy korábbi nyilatkozatodban olvastam, hogy a nők igen nagy százaléka szexuális zavarokkal küzd. Tudnak róla? Nem. Nem. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok most. 13-14 éves lányoknak a több mint a fele kínlódik például fájdalmas menstruációval. Az emberi test egyetlen egy szervének a működése sem kell, hogy fájdalommal járjon. Ha pedig a női testrészek fájdalommal működnek, akkor ott valami zavar van, biztosan. És hogyha ugyanez igaz a szexre, ugyanez igaz a szülésre, akkor van egy olyan terület, ami nincsen úgy felszabadítva, nincsen úgy kilazítva, ha itt tetszik, amitől ez jólesőn, könnyedén, örömtelien folyna. És nőnek lenni nem egy ilyen terhes dolog, hogy ez ilyen nehéz és ilyen súlyos dolog, hanem ennek van egy játékos, van egy jó oldala is, és annyira jó pofa volt az egyik kislány megkérdezte, hogy normális az, hogyha nem fáj a menstruációm? És ez egy tündéri gyereki kérdés, de gondolj abba bele, hogy ha ő azzal az érzéssel indul neki a nőiességének, hogy normális vagyok-e, ami szinte mindenkinél előfordul, de ezernyi kérdés van, amiben feltehetett, hogy normális vagyok-e. És az, hogy például valami fáj, vagy valami nem jó, az nem normális, az nem jó. Az egy speciális része ennek az egész területnek, és az egyik célunk például egy kicsit oldani az ezzel kapcsolatos feszültségeket. Most nagyon visszafogottam majd, hogy nem tudományosan beszélgetünk a témáról, mert ez egy hosszú sorozat lesz, amiben sok mindenről fogtok beszélni. Zsuzsi, a nyelvezeten gondolkoztatok? Tehát mi az, amit meg lehet engedni, mi az, amit nem? Csak azon gondolkoztunk. Ez akkor vált igazán kérdéssé bennem, amikor elkezdtünk beszélgetni, és az első mondatok után, hogy várjunk, akkor most ezt hogy fogjuk csinálni, mert azt éreztem, hogy van, amit nem akarok egy ilyen műsorban, és nem akarom, hogy olyan szavakat használjunk, olyan nyelvezetet használjunk, ami degradáló, ami negatív. Szerintem az emberek többsége csak ilyeneket tud. És szerencsére a Györgyi már készült erre az esetre, úgyhogy hozta az ő új szótárát, és nyilván az adássorozat innen fog kezdődni. És gyönyörűen bekategorizálta a szavakat, amit jó volt így együtt látni, és jó volt azt tudni, hogy azért nem tudunk szavakat, mert adott esetben nincsenek. De nem baj, hogy nincsenek, ha egyszer kvázi csinálhatunk, tehát létrehozhatunk. Ezt a Györgyi nagyon jól elmondta az adásban, úgyhogy ezt így nem lőném le, de szerettem volna, hogyha tényleg befogadható lesz, és ne azt érezze valaki, hogy egyes szavak mondjuk rossz érzéseket váltanak ki belőle, hanem hogy tudjon maradni, de értse nyilván azt, hogy miről van szó. És mielőtt
a másik oldalra átesnénk, hogy minden szónak, azt gondolom, még hát azért sok felvételen előttünk, minden szónak szerintem megvan a helye a témában, a használatban. Tehát nem akarjuk szerintem ezt eltakarni, ezt a részét, de inkább úgy nézni, hogy egy-egy téma mit kíván meg, milyen szavakat kíván meg, és mivel a Györgyi mindenképpen, én pedig csatlakozom hozzá, ezt a dolgot így emelni szeretnénk, hogy ez sokkal több, mint nemes egyszerűséggel egy ágytorna, akkor viszont ide olyan szavak kellenek, amik ehhez passzolnak. Szóval ez nagyon érdekes, és szerintem amíg el nem indul a műsor, ez lehet egy ilyen házi feladat is, hogy vajon kinek mi jut eszébe, tehát milyen szavakat tudna használni. Amikor elkezdtük ezt a felvételt, én csak ültem és pilláztam nagyokat, hogy nem tudnék most így hirtelen csípőből olyat mondani, ami jó, de Györgyi kínált alternatívát, úgyhogy lesz. Én azt hiszem, hogy kíváncsivá tettünk mindenkit, engem nagyon, és nagyon-nagyon örülök, hogy egymásra találtatok, mert úgy érzem, hogy ebből valami nagyon jó fog kisülni. Mondjuk el azt is, hogy akkor mikor és hol lesz hallható a Tiszta Szex című műsor. Június 9-én szerdán lesz az első adás, és minden héten szerdán 17 és 18 óra között a központi téma tiszta szex lesz. Innentől kezdve határozatlan ideig. A Vörös Marti Rádióban. A Vörös Marti Rádióban természetesen. Illetve, hogyha megengeded, akkor én egy e-mail címet szeretnék elmondani, mert gondolkodtunk azon, hogy természetesen kíváncsiak vagyunk visszajelzésekre, vagy kérdésekre. Tudjuk, hogy a téma az nem olyan, hogy most a közösségi oldalon bárki odaírja a saját mondandóját, és ezért létrehoztunk egy e-mail címet, amit csak mi ketten látunk, és hogy ide kérdéseket, véleményeket várunk a hallgatóktól, és tényleg várunk, mert hogy kinek mi az, ami fontos vagy hiányzik, de nem húzom az időt, nagyon egyszerű lesz az e-mail cím, ez a Tiszta Szex Rádió műsor, picit hosszú, Tiszta Szex Rádió műsor ékezetek nélkül, kukac@gmail.com e-mail cím, tehát ezt csak mi ketten a Györgyivel látjuk, és hát én is csak akkor, hogyha olyan, ami érint, de ha a Györgyihez címzik természetesen a kérdést, akkor erre ő fog válaszolni. Régóta vártam egy ilyen elköszönésre, hogy további kellemes tévénézést és rádióhallgatást kívánok. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, vendégeink voltak Galántai Zsuzsi és Sélei Györgyi. További kellemes tévénézést, viszonthallásra!